Köszöntöm a nézőket, már is kezdődik e heti Bajai Kultúra magazinunk, tartsanak velünk! Visszatértek a zeneiskola egykori növendékei a városba. A Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény volt tanulói egy hangversennyel örvendeztették meg március elején a közönséget. Az idén 9 tanuló állt színpadra, hogy megmutassák, mennyit fejlődtek közép- és felsőfokú tanulmányaik során. Bányai Júlia szakközépiskolában léptek színpadra a Bajai Liszt Ferenc Zeneiskola egykora növendékei március elején. A fellépő diákok közül többen Szegeden, valamint a fővárosban folytatták tovább tanulmányaikat. A zeneiskola mára már hagyományt teremtett ezzel a rendezvénysorozattal. A zeneiskola minden év tavaszán megrendezi a Művészeti Hét elnevezésű rendezvénysorozatát, és ennek hagyományosan része a volt növendékeink hangversenye. Olyan növendékekről van szó, akik jelenleg végzik valahol vagy közép- vagy felsőfokú zenei intézményben a tanulmányaikat. Rendkívül izgalmas viszont látni őket, hogy akik tőlünk indultak, mi tehetségesnek gondoltuk őket, ők a későbbiekben más tanárok irányításával, más közegben hogyan fejlődnek, mit értek el már az elmúlt évek során, az elmúlt időszakban, milyen komolyságú műveket képesek eljátszani, milyen színvonalon képesek azokat megszólaltatni. Úgyhogy ebből ad ma egy keresztmetszetet a mai műsor, hiszen Szegedről, Budapestről érkeztek volt növendékeink, és a legkülönfélébb hangszereseket hallhatunk, fuvolistát, csellistát, zongoristát hallhatunk majd a programban. Megpróbáljuk őket nyomon követni, hogy ki merre jár, és akik korábban végeztek már, és már diplomával a zsebükben mentek tovább, róluk is többé-kevésbé azért tudjuk, hogy akár külföldi zenekarokban, vagy hazai zenekarokban hol találtak helyet maguknak, ki az közülük, aki tanítással foglalkozik, és hát persze ki az, aki akár országos vagy nemzetközi ismertségű művész lett. Ezek nem hivatalos nyomon követések egy kockás füzetben, vagy a számítógép Excel táblázatában, ezek a szokásos emberi kíváncsiságból fakadó nyomon követések. Hangversenyen Bartók Bélától, Liszt Ferenctől, Beethoventől és Mozarttól is felcsendült pár ismert szerzemény. Walter Liza a fuvola játékával kábráztatta el a jelenlévőket. Tavaly úgy alakult, hogy Pestre felvételiztem a Vienna Konzervatórium Budapestbe. Ez egy tanárképző főiskola, úgyhogy most ott folytatom a tanulmányaimat egy nagyon-nagyon jó tanárnő kezei alatt. Thank you.
ma este egy Mozart D-dur rondot fogok játszani. Úgy hallottam, hogy a többiek hangzik el romantikus darab is, illetve ilyen jazz jellegű darabok is megszólalnak ma. Miért döntöttél úgy, hogy zenei pályára lépsz? Mi az a nagy szerelem? Hát kiskoromban már eldöntöttem, hogy én zenei pályára szeretnék menni. Hallottam egy plázában egy vak futbolistát játszani, és én akkor eldöntöttem, hogy én is ezen szeretnék játszani, és később még nagyobb volt bennem ez az indítatás. Az este árásaként a vendégek Hillin Bettinától egy zongoradarabot hallhattak. A zongorista a diplomavizsgájára való felkészülése mellett zongoratanárként is tevékenykedik. A nagy szerelem, ezzel kezdeném a válaszomat, az azt hiszem, hogy főleg a tanárnőjünknek köszönhető. Nyilván én is fogékony voltam a zenére, de ők nagyon sokat segítettek abban, hogy ezt a fogékonyságot meg tudjam őrizni, sőt, tényleg egyfajta szerelem alakuljon ki ebből. Miután befejeztem a zeneiskolát, utána a Szeged Ivántus István zeneművészeti szakközépiskolába felvételiztem, fel is vettek. Ott eltöltöttem ugye 4 évet, és érettségi után pedig jelentkeztem a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, ahol jelenleg is tanulok. Időközben Grazban 1,5 évet tanultam, de egyébként főleg Pesten voltam, és ott fogok most diplomázni májusban. Előbb itt hallottunk tőle egy zongorán egy darabot. Mi volt ez pontosan? Mivel készülsz a hangversenyre? Ami azt illeti, most több mindent is játszogattam a próbán, úgyhogy kicsit összezavaró lehetett, de egyébként most ma este Bartók 4 zongoradarabjából a Scherzo című darabot vagy tételt fogom előadni. Ez egy 10 perces darab, amit Dohnányinak címzett egyébként Bartók. Valószínűleg azért is, hogy kiszúrjon vele, mert technikailag elég bonyolult a darab, ezt majd hallani is fogják, de nagyon élvezem és örülök, hogy eljátszhatom. Gyakorlatilag minden benne van, amitől egy zongorista fél, hogy játszani kell, úgyhogy nem is tudom, mit emeljek ki. Rengeteg oktávozás van benne, terc menetek, de közben van egy líraibb, romantikusabb rész is, és nagyon gyorsan kell váltani ebből. Ugye a scherzo maga azt jelenti, hogy vicc vagy tréfa, úgyhogy egyfelől tréfásnak is kell tudni lenni, de közben komolynak is. Úgyhogy talán ez. Most a zongoraművész mesterszakon tanulok a Zeneakadémián. Ez tulajdonképpen inkább egy ilyen gyakorlatorientált képzés, úgyhogy még hátra van nekem a tanári képzés, ami szintén még 1 év, úgyhogy jelenleg így a közeljövőben az a terv, hogy oda felvételizem, és remélhetőleg fel is vesznek, és akkor tanári és zongoraművész diplomával is fogok rendelkezni. Egyébként pedig már a tanulmányaim mellett dolgozok is, a Közép-Budai Waldorf iskolának vagyok jelenleg a zongoristája, úgyhogy nem unatkozom, és valószínűleg nem is fogok. Kunosné Dankó Ilona kezei alatt sok tehetséges diák megfordult az elmúlt években. Az iskola egykora növendéke, Hillin Bettina is tőle leste el a különféle zenei technikákat. Sok-sok évre visszamenőleg figyelem Bettina további fejlődését, már egészen kicsi korában a zeneiskolai évek során csodálatosan nekiindult a fejlődésnek, az életkorához képest is lényegesen nagyobb jelentőségű darabokat tudtam feladni. Korán kezdhettünk el olyan művek megtanulásához, amihez egy érett személyiség kell, és egy olyan billentés kultúra, egy olyan technikai eszköz, kincstár, amivel nagyon-nagyon sok mindent meg tudott csinálni, nagyon-nagyon sok versenyen vettünk részt. Hát ez a mi pályánk gyakorlatilag egy picit a versenyekre is orientálódik. Ez nyilvánvalóan szükséges, mert inspiráló, motiváló hatása is van, és hát nagyon sokat tanulunk, és nagyon-nagyon sok tapasztalatot levontunk belőle. Bettina, ő egy különleges személyiség, rendkívül érzékeny, de nagyon-nagyon-nagyon okos. És ez talán minden zenésznél, aki már pályán van, és aki persze nem pályán, nagyon fontos a egyéb adottságok, tehát a különböző pszichológiai, szellemi, emocionális adottságok, amelyek még nagyon-nagyon fontosak ebben a szakmában, ami művészeti területünkön. És visszatérve Bettinára, a zeneiskolai évek során, hát ő egy kincses sziget volt számomra, amit gyakorlatilag mindent meg tudtunk valósítani.
partner volt egész pici korától, mondhatom, én voltam az anyuka, után meg közben a barátnő, és most már talán a nagymama is, és nagy boldogság volt egy sikeres felvételi vizsga Budapesten a Bartók Konzervatóriumba, és hát nyilván most már a Zeneakadémián fog hamarosan diplomázni. Nagyon büszke vagyok rá, és most már megfordulnak, úgy gondolom, a szerepek, én fogok tőle tanulni. Isten ments, hogy elengedjem a kezét, természetesen végig fogom kísérni a pályáját. Ő maga is igényli, én szinte biztos vagyok ebben, és biztos, ahol ő játszik, igyekezek én is elmenni, de magának az anyaiskolának, tehát a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolánknak is van egy olyan, hogy mondjam, tehát egy olyan kincses számunkra is, egy olyan csodálatos ez a kapcsolattartás, hogy nem feledkezünk meg a növendékeinkről, hanem, és nem csak a Bettináról, hanem mindenkire gondolok itt, hogy rendszeresen meghívjuk őket hangversenyekre, szereplésekre, akár még versenyekre is, nyilván más kollégáim, más hangszeres növendékeket is, tehát ilyen módon is, hogy az intézmény is lehetőséget ad számukra a fellépésekre, ilyen módon is kísérjük a pályájukat. Aztán hamarosan megyek a diplomakoncertre, és gondolom még több kollégámat is érdekelni fogja. A szakközépiskola dísztárma zsúfolásig megtelt, a fellépők játékát vastapssal hálálta meg a közönség. A koronavírus járvány miatt a tévések mindennapjai is megváltoztak. A napi friss hírek mellett igyekszünk az eddig megszokott magazinműsorokkal is jelentkezni, de kulturális programok hiánya ez szinte megvalósíthatatlan. Éppen azért ettől a héttől egy új rovattal jelentkezünk, amelyben a Bajai Kultúra archívumából válogatunk. Következzen most egy 2009-es felvétel az akkori Bajai Kreatív Folt műhelyről. A Folt Varrókör 2 éve missziós kezdeményezésre alakult meg Baján. A lánc az Egyesült Államokból Minnesotából indult el. 2 amerikai hölgy érkezett a vajdasági Csantavérre, ahol Nagy Máriának és Farkas Natáliának tanították meg az úgynevezett patchwork technikát. Az érsek család és a bajai baptista lelkipásztor felesége úgy gondolta, saját csapatot hoznak össze, hogy az itteni lányok, asszonyok is megtanulhassák ezt a fajta díszítő művészetet. Azóta számos kiállításon vettek már részt, Reiner Rita például ebben az évben Kecskeméten gyerekszoba kategóriában második díjat nyert. A fő tudást tulajdonképpen vajdaságból hozzák a hölgyek, de ezen kívül mindenki nyitott szemmel járva a számára szépnek mondott technikákat elsajátítja, megtanítja, és így a csoporton belül is vannak, akik tartanak egy új foglalkozást, és tulajdonképpen mindenki egyszerre varja az adott munkát, és így segítséget is jobban tud nyújtani mindenki. Milyen eszközök szükségesek a foltvarráshoz? Itt el lehet mondani, hogy varrógép feltétlen szükséges, de az igazi munka értékét a kézzel készítés növeli. Nagyon hosszú, időigényes, de gyönyörű munkákat lehet így is készíteni. Például egy egyszerűbb női táska elkészítése mennyi időt igényel? Egy nagyon jó szabás minta kell hozzá, és körülbelül egy 2-3-4 óra alatt elkészíthető egy táska, hogyha valóban egy egyszerűbb mintáról beszélünk. Mik az alaptechnikák?
számtalan technikát ismerünk ma már, ami általában az emberek eszébe jut a patchwork szó használatán vagy a hallatán, ami folt munkát jelent, akkor mindig a tradicionális motivumokra gondolunk, egy amerikai csillagmintára vagy egy szélforgóra például, de ma már a fiatal irányzatok között szerepelnek az applikációs technikák, a rátét technikák, a farkasfog minta, vannak a gyönyörű Japánból származtatott hajtogatott origami technikák, amik rendkívüli módon feldobják a munka minőségét, és nagymama virágos kertje, fantáziadús elnevezéssel, Pargello és még számtalan nagyon szépen és jól, könnyen használható motivumok. És hogy miket készítünk ezekkel a technikákkal? Itt az egyszerű használati tárgyaktól kezdve, ami legyen egy edényfogó kesztyű, vagy egy kis kosárka, egészen a bonyolultabb ágytakarókig, táskákon keresztül, asztalterítőkön keresztül, foteltakarót említhetnék, még gyönyörű párnák készíthetnek vele, és akkor a kis állatok, a kis plüss állatok készítését is megemlíthetem, szinte mindenre használható, és nagyon jól dekorálható vele a lakásunk. Ha egy kezdő odatéved a csoportba, akkor mivel érdemes elkezdeni, hogy sikerélménye legyen? Tulajdonképpen egy rövid megfigyelés után bárki alkalmazhatja már ezeket a dolgokat. Minden egyes alkalommal szabásminta, illetve egy anyagcsomag jár az adott technika megtanulásához és kivitelezéséhez, és könnyen nyomon követhető otthon is lépésről lépésre, hogy mit hogyan kell elkészíteni. Úgyhogy talán a tűcérnát említhetném, egy ollót, és valószínűleg lehetőség lesz egy varrógéphez leülnie, hogyha esetleg nem rendelkezik ezzel a felszereltséggel. Első körben egy edény alátétet készíthetünk, ami viszonylag tényleg könnyen elkészíthető, és hogyha egy kicsit gyakorlottabbak vagyunk, akkor szabásmint alapján egy táskát, egy asztalterítőt, és olyan technikákkal, amelyeknél nem lehet nagy csúszás, könnyen korrigálható, hogyha a varrás szél nem ott találkozik, ahol kell, és egy remek tárgyat tudunk belőle összehozni. A különleges dolgokhoz hol lehet beszerezni a hozzávalókat? A patchwork alapanyaga egyértelműen a pamutvászon, és ez jó színtartónak kell lennie ennek az anyagnak, illetve formatartónak, mindenféleképpen szükséges a beavatás, illetve a szín stabilizálása, és ezeket a textíliákat hagyományos textilboltokban is beszerezhetjük, és hatalmas tárháza van a kellékeknek és eszközöknek Budapesten. Gyerekek mennyire kapcsolódhatnak bele ebbe a munkába? Tulajdonképpen a kézművesség már kicsikorban is elkezdhető, és amennyire biztonságos az olló és a tű használata, gyakorlatilag már 10-11 éves kortól nálunk is megtalálhatók lelkes fiatalok, akik a szüleikkel jönnek és sajátítják el ezeket a csodálatos technikákat. A folt varrókör résztvevői nem csak varrónők, hanem olyan lelkes lányok, asszonyok, akik szeretnek egy kellemes közegben nőtársaikkal együtt lenni, a varrással pedig még csak most ismerkednek. Az egyik tanítójuk Nagy Mária nagymesteri diplomát is szerzett. Ezt akkor adják, ha a nevező 3 egymás utáni évben egy nemzetközi kiállításon első helyezést ér el. Igen, tehát mi segítünk apró tanácsokkal, fortélyokkal, viszont vannak már Magyarországon nagyon jó könyvek és külföldi folyóiratok is, tehát abból is sokat lehet tanulni az internetről is, de ennek egy külön varázsa van, amikor összejövünk egy csoportba és együtt vagyunk. Mi történik ezekkel a munkákkal, amiket itt elkészítetek? Hát mindenki hazaviszi, tehát amikor megcsinál valaki egy munkát, az az övé lesz, az a munka, és azt hazaviheti. Ettől kezdve mindenki azt csinál vele, amit szeretne, lehet, hogy saját magának megtartja, lehet, hogy elajándékozza, vagy ha szeretne többet készíteni belőle eladásra, akkor lehet, hogy ez is megtörténik. Ruhaneműt szokás-e díszíteni foltvaró technikával? Igen, nagyon-nagyon gyönyörű dolgokat lehet készíteni, mellényeket, kislányoknak ruhákat, vagy akár felnőtteknek is blúzokat. Nagyon-nagyon sok szép dolgot lehet készíteni foltvarással. Lehet, hogy nálunk ez még nem annyira elterjedt, nyugaton sokkal inkább, de nagyon szép dolgokat lehet készíteni. Mit hozzon magával az, aki idejön első alkalommal? Hát mindenféleképpen hozzon egy jó kedvet és akarást a tanuláshoz. A felszerelés pedig olló, tű, cérna és a foltva a gép az nagyon fontos, mert nagyon sok mindent varrógéppel készítünk. Kézzel vagy varrógéppel történik a munkák nagy része?
Tehát mind a két féleképpen dolgozunk, vannak olyan technikák, amiket csak kézzel csinálunk, vannak olyanok, amiket csak géppel csinálunk. A mai, amit ma tanítunk, a katedrális ablak, mind a kettőt egybe foglalja. Tehát ez egy alapot meg kell varni varrógéppel, és utána kézzel dolgozunk. Azok a hölgyek, akik ide járnak varni, a baptista egyházhoz tartoznak? Nem, nem feltétlenül, mindenkit szeretettel várunk, és nyitva van az ajtó mindenki számára, aki varni szeretne tanulni. Az országban hova jártok még tanítani? Érsekcsanádra, ahogy említettem, és itt Baján a speciális iskolába tanítunk, tínédzser kislányoknak ugyanígy foltvarást, de viszont Vajdaságban, ahol élünk, ott több helyre is járunk, Szabadkára, Kanizsára, Csantavéren. Egy időben jártunk Zentára, Pacsérra, tehát több ilyen fotvaró csoportunk is volt. Voltak, akik önállósodtak, és vannak olyanok, akik tovább csinálják nagy lendülettel és lelkesen. Hogy van időtök mindenre? Ezt nagyon szeretjük csinálni, és a mi tervünk az volt, hogy népszerűsítsük a foltvarást a mi hazánkban, mert ott még nem nagyon ismerik, és ez a magyarországi dolog, ez pedig véletlenül jött így közbe, és létre személyes ismeretség által, ahogy mondtam. Meddig lehet eljutni a foltvarással? Tehát kiállításokon is részt vettetek, milyenek a csúcsa? Hát nálunk a mesteri diploma, amivel én is rendelkezek, meg a kolléganőm is, a Natália. Most itt Magyarországon biztos egyéb dolgok is vannak, amivel mi annyira nem vagyunk megismerkedve. Baján a baptista lelkipásztorné Dóciné Somogyi Viola szervezte a csoportot, ami 15-20 főből áll. Miért gondoltad úgy, hogy megszervezed ezt a kis csapatot? Hát alapvető dolog, hogy nagyon szeretem, és érdekel a foltvarás engem is, és másik szervezőt is, Blankát, a gyülekezet vezető feleségét. És így mentünk el Érsekcsanádra, ahol tudtuk, hogy Marikáék varni tanítanak. Tehát a varrás szeretete az egyik, de ami fontosabb az, hogy azok az asszonyok, lányok, akik ide eljönnek ebbe a körbe, ők is éppen annyira fontosak Istennek, mint mi magunk, és úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy Istenről beszéljünk. Ez a fő motiváció. Mi történik egy-egy ilyen alkalommal a varráson kívül? Igei gondolatokkal kezdünk, szervezési dolgokat beszélünk meg, és utána bemutatják nekünk a csomagokat, az elkészítés módját. Közben lehetőségünk van személyes beszélgetésekre, megismerjük egymást. Sokan megfordultak már itt nálunk. A kör létszáma 20-30 fő között változik. A gyülekezetből is járnak lányok, asszonyok, és más felekezetekből is, illetve felekezeten kívül. Ezt a technikát profi varónőknek és kezdőknek egyaránt érdemes kipróbálnia. A sikerélmény is garantált, hiszen a két csantavéri foltvarrómester és a házigazdák mindenben segítik az újonnan érkezőket. A foglalkozások a Kádár utcai baptista imaházban zajlanak, előzetesen megbeszélt időpontokban. A következő napokban is várjuk színházi előadásokkal és koncertekkel a képernyő elé a nézőket. Az online térben pedig ajánljuk figyelmükbe az élő közvetítéseket, a közösségi oldalon erre külön csoportok szerveződtek már. Érdemes még követni a Köztévé M5-ös csatornáját, illetve a papagéno.hu nevű weboldalt, ahol a legfrissebb kulturális hírek mellett számtalan szórakoztató tartalmat találhatnak.
Adásunk végén a műsorkészítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. A jövő héten is várjuk Önöket Bajai Kultúrával. Addig is vigyázzanak magukra, és ha tehetik, maradjanak otthon. A viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A műsorvezetőt öltöztette a Trendformíruhó üzlet.